Nyálon tovább folytatódik a fásítási program, ugyanis már negyedik alkalommal döntött úgy a képviselő testület, hogy ingyenessé teszi a facsemete igénylést. A zöld felületek nagyságának növelése érdekében ezúttal is fákat igényelhetnek az ingatlan tulajdonosok. A program keretében december 31-ig lehet jelentkezni, illetve a kérelmeket benyújtani. Képviselőtestület negyedik alkalommal döntött a programnak a folytatásáról. A, a, programnak a lényege, hogy az ingatlan tulajdonosok járon, az ingatlanjuk elé igényelhetnek ingyenesen facsemetét. Itt az az egyetlen egy feltétel van, hogy ennek kell vállalni, hogy ezt a fát gondozzák, ö, locsolják nyáron, mert nyilván ö, nincs arra kapacitás, hogy itt ö, több száz fát ö, a város itt locsoljon, de ilyen módon tudjuk bővíteni a zöld területeknek a nagyságát. Milyen fafajtáról van pontosan szó, és illetve hogyan, illetve miként lehet ezt a, ebben a programban részt venni? Most körisfákról döntött a testület. Volt két alkalommal hársfák, juharfák, és most pedig körisfákat lehet igényelni. A programban a részvétel egy kérelmet kell benyújtani a polgármesteri hivatalba. A kérelem megtalálható lesz a októberi gyáli újságban, illetve elérhető a gyálnak a weboldalán a www.gyál.hu oldalon. Ezt ha megküldik, elérkezik hozzánk a kérelem, mert a társaságunk van megbízva ennek az egésznek a Kivitelezésével, hogy szakszerű legyen elültetve a fa, ö, és ezt a kérelmek beérkezésének függvényében folyamatosan igyekszünk teljesíteni. Meddig lehet jelentkezni? A jelentkezési határidő 2020. december 31-e, és még egy fontos információ van, hogy a kérelem nem feltétlenül jelenti automatikusan a fának a telepítését. Itt a kertész kollégák a kérelem. Ö, Beérkezését követően megvizsgálják a helyszínt, hogy arra lehet egyáltalán fát ültetni, van-e elég hely, nincsenek-e közművek, vagy bármilyen probléma, ami ezt megakadályozza, de erről is értesítést fog kapni az ügyfél a postaládájában, ott hagyunk egy értesítőt, hogy igen, itt kivitelezhető, nem vitelezhető ki, és hogy nagyjából mikorra várható a fának az ültetése, illetve meg is jelöljük a fának a helyét, hogyha ezzel bárkinek problémája van, akkor ugyanúgy a megadott elérhetőségen, nem az értesítőn van, lehet jelentkezni, és meg tudjuk beszélni a részleteket.